takarítás, bírságot is kaphat, aki nem síktalanít a saját portája előtt. Autópiac a tavalyi 17%-os bővülést is felülmúlhatja a 2019-es értékesítés. Jubileum, 100 éves a József András Oktatókórház orvostudományi szakkönyvtára. Híradó a Nyíregyházi Televízióban, jó estét kívánok! Magánszemély akár 200 ezer forintos büntetésre is számíthat, ha nem sepri el ingatlana elől a havat, hiszen az balesetveszélyes lehet, hangsúlyozza a közterületfelügyelet vezetője. Bodrogi László kiemelte, a felügyelők nem csak a járdák állapotát figyelik, hanem többek között azt is, hogy az ingatlanokról esetlegesen lelógó jégcsapokat eltávolítják-e a tulajdonosok. A közösségi együttélés alapvető szabályairól szóló helyi rendelet szerint minden ingatlan tulajdonosnak rendben kell tartania a területét körülölelő járdákat, közterületet. Ha valaki mulaszt például nyáron nem írtja a parlagfüvet a portája előtt, esetleg ősszel nem sepri el a lehullott faleveleket a járdáról, télen pedig nem síktalanít, az felszólításra vagy akár büntetésre is számíthat. A síkosságmentesítést azt lehetőleg ne sóval tegyük, konyhasóval, hanem valamilyen üzletben beszerezhető erre alkalmas anyaggal, vagy otthon található fűrészporral, esetleg akinek van hamuja vagy földdel, ezzel sikosabb mentesítsünk, illetve figyeljünk arra is, hogy az ingatlan tetejéről esetleg lenyúló jégcsapokat, lezúduló havat szintén meg kell akadályoznia az ingatlan tulajdonosának, tehát vagy maga teszi ezt meg, vagy pedig kér valamilyen segítséget erre megfelelő szervezettől. A közterület felügyelők szabálytalanság, jogsértés esetén először figyelmeztetnek, tette hozzá a közterület felügyelet vezetője. Ha ez nem vezet eredményre, akkor a felügyelő helyszínen szabhat ki bírságot, esetleg a tulajdonossal szemben kezdeményezhet valamilyen hatósági eljárást, aminek a végei azért elég magas bírságösszegek lehetnek, hiszen a felügyelő helyszínen 50 ezer forint teljedő pénzbírságot szabhat ki, vagy ha eljárás kezdeményez, akkor magánszemélye a helyi rendelet szerint 200 ezer forintot terjedő bírságot lehet kiszabni, vagy pedig valamilyen céggel szemben akár 2 millió forintot terjedő bírságot lehet kiszabni a hatóságnak. Az időjárás előrejelzés szerint térségünkben hétvégén várható újra hóesés, akkor sem jelentős mennyiségben. A következő napokban a mínuszok miatt inkább a lefagyott hó, latyak okozhat gondot, ezért a közterület felügyelők kérik, aki még nem tette meg, rendezze a portája előtti területet, hogy Nyíregyháza teljes területén biztonságos legyen a közlekedés. A közterület felügyelők a téli időszakban a járdák síktalanításához nem sót, hanem hamut, fűrészport vagy homokot javasolnak. Összességében jelentősen több mint 17%-kal hízott 2018-ban a magyar autópiac. A gépjármű importőrök idén 18%-os piaci növekedésre számítanak, előrejelzésük szerint összesen csaknem 205 ezer új járművet helyeznek majd forgalomba Magyarországon. Az elmúlt év során összesen több mint 136 ezer új személyautó talált gazdára. Ez 17,5%-os emelkedésnek felel meg. Személyautóból több mint 19 ezer darabot adott el a Suzuki, ezzel messze vezeti a darabszám szerinti rangsort, és 14%-os piaci részesedést tudhat magáénak az Esztergomban gyárat működtető japán márka. Ez azt is jelenti, hogy tavaly minden hetedik eladott új személyautó Suzuki volt a magyar piacon. A második helyen szerepel a Ford több mint 13 ezer autóval, a harmadik a Skoda közel 12 ezerrel. Idén a személyautók piacán is 18%-os növekedést prognosztizálnak, és 160 ezer személygépkocsi forgalomba helyezésére számítanak. Ezen belül 2000 lehet a tisztán elektromos autók száma, ami 54%-os növekedés az előző évhez képest, és 1000 plug-in hibrid autót adhatnak el, ami 30%-kal haladja meg a tavalyi értékesítést. A gépjármű importőrök előrejelzésében 30 ezer új kishaszonjármű forgalomba helyezése szerepel, ami 13%-kal több a tavainál. A használt autóknál a válság előtt egy sokkal egészségesebb összetétele volt a piacnak. 2008-ban sokkal kevesebb és fiatalabb használt autó jött be a piacra, az új autó értékesítés viszont jóval magasabb volt. Jelenleg azonban a Magyarországra behozott használt autók átlagéletkora 12 év fölött van, a teljes importnak csak 48%-a új jármű.
Az adatok szerint a magyar autópark 84%-a 10 évesnél idősebb. Ha összevonjuk a használt autó és az új autópiacot, akkor a 2018-as adatok alapján, mely szerint 330 ezer autó érkezett be Magyarországra, akkor annak a kétharmadának új autónak kellene lennie, és egyharmadának pedig használtnak. Ha pedig a használt autókon belül is csak 10 évnél fiatalabb autók érkeznének, akkor azt már egy egészséges import összetételnek lehetne tekinteni. Tudományos ülést tartottak a József András Oktatókórházban. A dr. Kállai Rudolf orvos tudományi szakkönyvtár és közművelődési gyűjtemény idén ünnepli fennállásának 100 éves évfordulóját. A könyvtárban számos érdekes régi kötet és folyóirat található, a legrégebbiek az 1800-as években íródtak. Szabolcs vármegye rendkívüli közgyűlése fontos döntést hozott 1918. december 30-án. Elhatározta, hogy az Erzsébet közkórházban orvosi művekből álló tudományos könyvtárt létesít, s a könyvtár dr. Kállai Rudolf nevéről, mint aki adományával a könyvtár alapját vetette meg, dr. Kállai Rudolf könyvtárnak nevezi el. Az akkor még kicsinke gyűjtemény működéséhez a vármegye évi 400 koronát szavazott meg. A könyvtár azóta is működik, és 2019-ben ünnepli fennállásának 100. évfordulóját. Ez a 2019-es év, ez egy fantasztikus évünk lesz, hisz a könyvtárnak a 100. centenáriumát ünnepeljük, illetve a kórházunknak 120 éves évfordulóját kezdjük el, úgyhogy ez a mai rendezvény tulajdonképpen ennek a sorozatnak az első állomása. Ugye ez a könyvtár, ez egy nagy büszkeségünk, nagy értékünk, amit szeretnénk a jövőbe is természetesen tovább vinni. A könyvtár igaz a 100. évfordulóját ünnepli, mindenféle tekintetben megfelel a 21. század követelményeinek. Nagyon sokan idősebb nyugdíjas orvosaink is visszajárnak a könyvtárba, de nagyon sok orvos írja nálunk a PhD-ját, például a PhD-jét, vagy más konferenciára készül, és nagyon megváltozott a szolgáltatásunk. És a 21. századnak megfelelően megpróbálunk alkalmazkodni, mi könyvtárosok ehhez. A tudományos ülésen bejelentették, hogy a könyvtár hamarosan újabb fejlesztéseken esik át, új helyre, a sebészeti tömbbe kerül, így könnyebben elérhetővé válik a közel 27 ezer kötet, amellyel jelenleg rendelkezik. Hamarosan indul az ingyenes ovikori. Január 14-től minden nagycsoportos óvodás megtanulhat korcsolyázni az önkormányzat és a Nyíregyházi Sportcentrum támogatásával. Több évtizedes álma volt a nyíregyháziaknak a jégpálya, a város szezonális sportlétesítményét 2018. március elején adták át. Jó pár hét korcsolyázás után leállás következett, majd november közepén újra nyitott a városi jégpálya. Azóta szinte folyamatosan korcsolyáznak a hatalmas, mintegy 1800 négyzetméteres jégfelületen. A sportlétesítmény megannyi rendezvénynek adott otthont, volt többek között sóhajtás fesztivál címmel korcsolyázás népszerűsítő esemény, több jégdiszkó is, a közelmúltban pedig mikulásnapi és karácsonyi ice partyt is szerveztek. Az elmúlt időszaknak az üzemeltetéséből azt látjuk, hogy ez egy trendi hely lett modern kifejezéssel élve. Sokkal többen vannak, mint eleve számítottunk rá a jégpályán. Ebből adódott az ötlet, hogy ezt vigyük le a legkisebbek szintjére. Értelemszerűen a kis és középső csoportosok nem tudnak részt venni a korcsolyázásban, az egyensúlyérzékük az még nem olyan, azonban a nagy csoportosok igen, ezért a város vezetése név szerint polgármester úr és a Nyíregyházi Sportcentrum támogatásával abszolút meg van szervezve, hogy az óvodások busszal szállítva részt vegyenek január 14-től egészen március végéig egy ovikori programban, és abban bízunk, hogy ahogy az úszásnál is volt annak idején, megtanulnak korcsolyázni, onnan már kevés kell, hogy tudjanak síelni, tehát a családoknak majd később sokkal kevésbé kell odafigyelni a gyerekre, hogyha van módjuk ilyenfajta szabadidő eltöltése, ugye családi körülmények között, ez is vezérelt bennünket. Január 14-től tehát minden nagycsoportos óvodás megtanulhat korcsolyázni az önkormányzat és a Nyíregyházi Sportcentrum támogatásával. Az oktatás 3-5 alkalmas és szervezett keretek között március végéig tart. Jelenleg az intézményvezetők bevonásával az órarend elkészítése zajlik. A város az óvodák és a jégpálya közötti autóbuszos szállítást és a szakképzett oktatókat is finanszírozza majd.
diszkriminatívak és a jövőképet elvevőnek nevezte a jelenlegi közalkalmazotti bértábla alapján kialakult rendszert Aranyos Gábor, az MSZP országos elnökségének tagja. A párt csütörtöki sajtótájékoztatóján azt mondta, ez egy 10 éve fennálló probléma. Jeszenszky András, a szocialisták városi elnöke hozzátette, ez nem vonatkozik a pedagógusokra, hiszen ott más, magasabb a bérezés az életpályamodell kapcsán, ami szerinte újabb diszkrimináció. Megfogalmazása szerint általánosan véve a közalkalmazottaknál 2008 óta nem volt béremelés, így több területen óriási a lemaradás és a bérfeszültség. Szerinte elfogadhatatlan továbbá a családi pótléknak és a mindenkori öregségi nyugdíj minimumnak a mértéke, hiszen több mint 10 éve nem volt emelés ezeken a területeken, előbbi meglétét pedig létszükségletnek nevezte. Ugye sajnos nem látunk bele igazából a szociális támogatások mértékébe és a szociális támogatásoknak az igénybevevői körébe, hiszen az önkormányzatoktól ezen feladatoknak a legnagyobb részét az oktatáshoz hasonlóan államosította a fideszes kormányzat, a járási kormányhivatalokhoz került nagyon sokféle szociális ellátás, így nem tudunk exakt képet kapni arról, hogy összehasonlítást tudjunk végezni, hogy mi történt szociális területen, például Nyíregyházán, hogyan változtak a szociális viszonyok, hogyan változott az igénylőknek a létszáma és az anyagi vagyoni helyzete Nyíregyházán. Sipos László műemlék fotós műemlékvédő munkássága a tavalyi esztendő végén került be a nyíregyházi települési értéktárba, így a nemzeti értékek közé. Mindjárt jövünk a részletekkel, előtte még nézzük a nap további híreit. Az Árok és a Búza utca csomópontjában hibaelhárítási munkálatokat végeznek a Nyírtávhő Kft. Munkatársai. Az arra közlekedők forgalomkorlátozásra számítsanak. Változott a forgalmi rend a Toldi utca egyirányú, a Kisernő és a Vécsei utca közötti szakaszán. Az út jobb oldalán megállni tilos, parkolni a bal oldalon lehet. A Kisernő utca Kölcsei Ferenc és Deák Ferenc utca közötti szakaszán faápolási, ifjítási munkálatokat végeznek a Nyír VV Kft. Munkatársai. Az arra közlekedők forgalomkorlátozással számítsanak. Sipos László műemlék fotós műemlékvédő munkássága a tavalyi esztendő végén került be a nyíregyházi települési értéktárba, így a nemzeti értékek közé. Az ICOMOSZ Magyar Nemzeti Bizottságának tagja Murics Zsigmond könyvtárban az értékes esték sorozatban mutatkozott be egy vetített képes előadáson. 16 fotóalbum, köztük a Sába földjén az ősi örmény templomok, a Tibet, az Ankora sorsfotók, az In Memoriam Palmira vagy a gyermek sorsfotók alkotója, épp szegedi egyetemistaként döbbent rá az itthoni világ gazdagságára, unikális természeti és épített kincseink értékeire. A Forster Gyura díjas fotóművész a bemutatkozó különleges alkalmára különleges fotókkal és történetekkel érkezett. Sipos László fotós karrierje a megyei műemlék templomokkal indult, hiszen varázslatos élményt jelentett számára a középkori templom kincseink megörökítése. Szerinte az elhivatott műemlékfotós az időt akarja megállítani, az értékeket közvetíteni. Hát én az időtlenség, az idő fotósának tartom magam, és azt gondolom, hogy akár a sorsfotóim, akár a műemlékfotóim valamiféle ívet járnak be egy-egy albumban, és nem egy szokásos idegenforgalmi kiadvány, vagy nem egy szokásos műemlékben mutató album szerepét akarják fölvállalni, hanem mélyebb gondolatokat szeretnének a lapozgatóból, a könyvolvasóból előcsalogatni. Filozófikus gondolatsort indíthatnak a nézőben a képek és az albumok. Magasabb erkölcsi értékek a hit világába tekinthet be, aki értelmezi a fotókat. Némely albumok sokat elárulnak az ember és az Isten kapcsolatáról, az ég és a föld kozmikus viszonyáról. Én azt gondolom, hogy egy jó fotó az nem akkor kezdődik, amikor az ember megáll a műemlék előtt is, megnyomja
a gépén az erre a célra funkcionáló gombot, hanem bizony egy jó műemlékfotóhoz napokkal hamarabb kell fölkészülni. Kell tudni azt, hogy mit akarok megmutatni. A szakirodalmat át kell tanulmányozni, már nagyon-nagyon félreviheti az embert a helyszínen kirakott ilyen-olyan feliratok, illetőleg ismertetők szövege. Nagyon kell figyelni arra, hogy művészettörténetileg értékes részeket emeljünk ki. Egy templomnak vagy műemléknek lelke van, és azt meg kell érezni, fogalmaz a fotóművész. Tudni kell, hogy délelőtti vagy délutáni fényben lesz-e jó a fotó. Középkori templomoknál érdemes megmutatni a fal egyenetlenségeit. Láttatni érdemes például a gyügyei vagy szamosújlaki templomok kanálháttal kialakított vakolatait, melyek miatt Sonkáddal együtt Európa Nostra díjat kaptak. Egy idegenforgalmi fotós ezt nem feltétlenül adja vissza. Sipos László nemzetközi karrierje is a megyéből indult, a kisszekeresi református templom helyreállításáról írt és saját fotóival illusztrált tanulmányával kezdődött. Az angol, német, francia és szlovák nyelven publikált írás bekerült egy nemzetközi válogatásba, ezután már folyamatosan érkeztek a felkérések. Így lett a fotóművész az ICOMOS, az UNESCO Párizsban székelő műemlékvédelmi szakmai szervezetének tagja. Második hetét kezdte a felkészülés során a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgó együttes szombaton edzőmérkőzést játszik a Balmazújváros ellen, majd Törökországba utazik edzőtáborba. Január 3-án kezdte a munkát a Nyíregyháza Spartacus. A labdarúgó együttes az elmúlt napokban végig a városi stadion műfüves pályáján készült már Zorán Spisiák irányításával. A vezető edzővel a téli szünetben állapodott meg a klub vezetése, mely tavasszal jobb, kiegyensúlyozottabb teljesítményt vár a Sparitól. Az elnök úr és a vezetőség úgy döntött, hogy egy hosszabb távra keresünk gyakorlatilag prolicenszel rendelkező edzőt, és reméljük, hogy olyat találtunk a személyébe, aki nem csak edző, hanem gyakorlatilag a sportszakmai igazgatói tevékenységet is el fogja majd későbbiekben látni, ez még folyamatos egyeztetés alatt van. Zorán Spisiák nem egyedül érkezett, munkáját Purgoly Árpád is segíti, ő híd szerepet tölt be az első csapat és a Bozsik Akadémia között is. A felnőtt keretben több fiatalra is számítanak, jelenleg 12 saját nevelésű labdarúgó készül a Spartacusszal. Vannak tehetséges fiatalok, tegnap volt szerencsém kimenni az U19-nek az edzésére is, és ott is láttam, hogy vannak olyan játékosok, akik még meg kell mutassák magukat a felnőtt csapatnak. Ennek eredményeképpen két játékos fel is hívtunk, és ma már velünk edzenek a mai naptól. A keretben eddig egy változás volt, Pekán László távozott, a jövő héttől Törökországban készül edzőtáborban az együttes. A csapat gerince megmaradt, mindenki dolgozik keményen azért, hogy egy sikeresebb szezon elé nézzünk. Jók az edzések, sok játék van, sok labdás gyakorlat van, és várjuk most már Törökországot. Ugye azért az időjárás megnehezítette a felkészülés néhány napját, és bízunk benne, hogy kint sokkal jobb idő lesz, mint itthon. Szombaton 11 órától a Balmazújváros ellen játszik felkészülési találkozót a Nyíregyháza, ez lesz a csapat első edzőmeccse. Mindenki kap 45 percet, hogy játékperc is legyen be, mert a terv alapon azt készítettünk, hogy ezen a hétvégén, hogy minden játékos, ha holnap lenne a bajnokság, 45 percet le tudja hozni magas iramba és sérülésmentesen, úgyhogy ez volt a célunk. Mindenféleképpen mi mondom, felvételt csinálunk minden edzésről is, úgyhogy ott is vannak videóelemzés, úgy ott is vannak a játékrészt, mindig kielemezzük, megnézzük, hogy igazából mit produkált minden játékos, és abból indulunk, hogy a következő edzésben mi az, amiben kell segíteni őt, akár fizikálisan, akár technikai, taktikai szempontból, de ugyanúgy jön az a része, amikor azt mondjuk, ezt amit dolgoztunk, ezt a hétvégén ebben a 45 percben bele kell építened. A törökországi edzőtáborban további felkészülési mérkőzéseket játszik a gárda, a bajnokság pedig február 3-án kezdődik. És most nézzük fő híreinket még egyszer röviden. Magánszemély akár 200 ezer forintos büntetésre is számíthat, ha nem sepri el ingatlana elől a havat, hiszen az baleset veszélyes lehet, hangsúlyozza a közterületfelügyelet vezetője. Bodrogi László kiemelte, a felügyelők nem csak a járdák állapotát figyelik, hanem többek között azt is, hogy az ingatlanokról esetlegesen lelógó jégcsapokat eltávolítják-e a tulajdonosok.
Összességében jelentősen több mint 17%-kal hízott 2018-ban a magyar autópiac. A gépjármű importőrök idén 18%-os piaci növekedésre számítanak, előrejelzésük szerint összesen csak nem 205 ezer új járművet helyeznek majd forgalomba Magyarországon. Tudományos ülést tartottak a József András Oktatókórházban. A dr. Kállai Rudolf Orvos Tudományi Szakkönyvtár és Közművelődési Gyűjtemény idén ünnepli fennállásának 100 éves évfordulóját. A könyvtárban számos érdekes régi kötet és folyóirat található, a legrégebbiek az 1800-as években íródtak. A Nyíregyházi televízió híradóját látták. Nem sokára jön az időjárás jelentés, friss hírekkel pedig holnap is jelentkezünk majd. Megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!